A magyar turisztikai szektor jól teljesített tavaly, és 2022-höz hasonlóan idén is túlszárnyalhatja a 2019-es csúcsévet. Ehhez hozzájárult a 2018-ban elindult szálláshely megújítási program. 85 új vidéki szálloda épül, illetve újul meg. Megújult 600 panzió és mintegy 13.700 egyéni szállásadó jutott támogatáshoz, ami több mint 40 ezer kiadószoba megújítását jelentette. A témát Balázs és vendége folytatja. Nagyon szépen köszönjük a szót, Áronnak. Itt ül már velem szemben a stúdióban Kis Robert Richard turisztikai szakújságíró. szervus jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes tévézést mindenkinek. Kezdjük egy picit ilyen retrospektíve, bát tekintő kérdése, a szabad így fogalmazom. Mik azok a lehetőségek és adottságok, amelyek a turizmus ter terén Magyarország előtt állnak, és hogy Bánt ezekkel a lehetőségekkel, adottságokkal Magyarország az elmúlt években, akár a belföldi, akár a külföldi turizmus nézzük. Ha megnézzük azt, hogy hol helyezkedik el Magyarország, akkor látjuk azt, hogy lényegében nagyon sok helyről könnyen megközelíthető, és emiatt aztán ez nem gátja annak, hogy jöjjenek a turisták, és ha megnézzük, hogy miért jönnek, akkor itt van egyszer az épített örökségünk. Hát, hogyha valaki egyszer Budapesten felmegy egy japán turista mondjuk a Citadellára és körbenéz, akkor azt mondja, hogy ez maga a csoda, tanulja voltam jó pár ilyen jelenetnek, és azt is látjuk, hogy az épített örökségen túl a kultúrkincsenek azok igencsak vonzóak tudnak lenni. Emellett a gasztronómia is érdekes, és ha megnézzük azt, hogy az utóbbi időben hova fejlődtünk, akkor látjuk, hogy Budapesten gasztroforradalom volt, és csillagos éttermek közül lehet már választani, és relatíve nagyon sok vendég örömmel távozik és megkóstolja finom fogásokat. És hát azt is látjuk, hogy emellett rengeteg kulturális érdekes esemény is várja a vendégeket. Tehát itt aztán tényleg el lehet menni operába, el lehet menni megnézni a különböző múzeumokat, tárlatokat, tehát mind Budapest, mind a vidék nagyon-nagyon komoly attrakciókkal várja a látogatókat. És hát akkor, ha egy kicsit kimozdulunk a fővárosból, akkor itt van nekünk egy Balaton, egy Északet Magyarország, a gyönyörű kis természeti csodáival, hiszen ne felejtsük el azt, hogy azért gyönyörű természeti képződmények vannak, meseszép vidékek, és hát ha pedig egy németet megkérdezünk, hogy na ugyan már milyen Magyarország, biztos, hogy nem fogja kihagyni, hogy hát ott van a hortobágy, ott vannak a lovak, és akkor meghajtják a ménest, mert lehet szeretni vagy nem szeretni, de azért ez is az országképünk hát tartozik. Igen, és ugye most már nem csak a Plattenzéig, a Balatonig jutnak el a németek, hanem most már elmennek akkor ezek szerint messzebbre kelet Magyarországra is. Elmentek azért pár korábban, és azért a hortobágy környéke mindig is népszerű volt, de hogyha már azt nézzük, hogy miért jönnek, akkor azért a legfontosabb kincseink egyikét ne felejtsük ki, a gyógyvizet, Termális. a wellness, a termálvíz. Én 178 országban voltam különböző munkacélból a világban, ez tagállamok közül, rengeteg fürdőhelyet kipróbáltam, Karolivaritól egészen Ecuador, Indián fürdőhelyig, és azt mondom, hogy annál jobb, mint Budapesten fürödni, az itteni fürdőket kipróbálni, vagy akár a Hévizitó környékén, vagy Sárváron, vagy akár Balatonfüreden, ott ö, tényleg annyira kellemesen, szépen, ízlésesen kialakított történelmi épületekben elhelyezett fürdőink vannak, hogy, hogy az álom jó. Tehát azt a fajta fürdőkultúrát, ami nálunk van, tegnap is egyébként fürdőben voltam, én gyakori vendég vagyok, azt a fajta fürdőkultúrát szerintem minden vendég úgy fogadja, hogy az egyik ámulatból a másikba esik. Amikor még jöttek például nagyon sok keleti turista, akkor beszélgettem velük, és mondták, hogy hát nem hitték el, hogy ilyen van lényegében. De akárki az Egyesült Államokból érkezik távolabbi vidékekről, mindenki elámul, hogy milyen fantasztikus fürdők vannak itt Be Magyarországon. sokat a fővárosról, itt is vannak egyébként jó fürdők, de beszéljünk egy picit a vidékről, mert volt az első kérdésemnek egy olyan része, hogy hogyan éltünk ezekkel a lehetőségekkel. Ugye itt a a beszélgetésünk felvezetőjében hallhattuk, hogy a kormány körülbelül 5 éve, ugye 2018-ban elindított egy vidéki szálláshely fejlesztési programot, és ugye ennek keretében nézem az adatokat, ugye, ahogy hallhattuk, 85 új vidéki szálloda épül, illetve újul meg, megújult 600 panzió, 13.700 egyéni szállásadó jutott támogatáshoz, ami több mint 40 ezer kiadó szoba megújítását jelentette. Nyilván költői a kérdés, de az, ez mekkora lökést ad ilyenkor a turizmus? A kisföldi program lényegében azt célozza meg, a szálláshely fejlesztési program azt célozza meg, hogy a 21. század legmagasabb igényszintjének is megfeleljenek a szállodák. Mindegyik szálloda, szálláshely, vagy akár a panziók, meg az egyéni szálláshelyek is annak a kategóriának, amilyen kategóriába besorolták azokat. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy rendkívüli jelentősége van ennek a programnak, ami egyébként 2030-ig tart, és mintegy 300 milliárd forintból összességében 30 30 ezer szálláshely újul majd meg a tervek szerint, tehát van még jövője is ennek a programja, programnak, nem csak múltja, de ha megnézzük, hogy mit adott a múlt, akkor látjuk, hogy azt adta, hogy az őrségtől kezdve egészen Noszfajon át Eger környékéig rengeteg szálláshely megújult, és mind a belföldi, mind a külföldi turisták most már modernebb, a kor követelményének megfelelő szálláshelyeken pihenhetnek. És azt se felejtsük el, hogy nagyon sok ugrásszerű fejlődés is történt néhány szegmensben. Ugye, ha már mondtad, hogy a vidéket nézzük meg, a Balaton környékén például már nem csak a retroszállodákkal találkozhatunk, rendkívül népszerűek a három-négy csillagos vagy újépítésű, vagy megújított szálláshelyek. De van már öt csillagos szállodánk, hát nézzük meg Balatonfüredet, ott van egy gasztro és wellness centrum, a Hotel Vinifera, ott van egy lua, ami a felnőtteket célozza meg. A másik oldalon szántód, ott van a Mővenpik balaland, ahol a fiatalok, a gyermekesek a célcsoport, és az is egy olyan szálloda, hogy gyakorlatilag a nyugat-európai igényeknek is megfelel. Ott van mondjuk a Reed, ami egy gastrocentrum például, szintén Siófokon, de az Azur is csinált egy prémium szegmest. A Hévízi területen pedig már a Lotus Terme régóta fogadja a vendégeket. Tehát lényegében megépítettük azt a szálloda sort, azt az ötcsillagos igényszintű szálloda sort is, ami megengedi azt, hogy egész évszakos destináció legyen a Balaton, és oda mehessünk úgy, hogy a Balaton csak illusztráció, és mellette a szálloda megadja azokat a szolgáltatásokat, amire mondjuk a, akár a nyugati vendégkör, a francia, a német vendég is vágyik. Tehát ezeknek köszönhetően a szolgáltatások fejlődésének, mert te is mondasz, ennek is köszönhető, hogy folyamatosan ugye most már a 2019-es utolsó békeév után, után azért volt egy-két esemény, ami picit visszavetette a turizmust, de újra ugye csúcsokat döntögethet ez a, ez a szektor. Egy percünk maradt, hogy egy gyors választ várok, de mindenképp meg akartam kérdezni, ha már itt tartunk, volt egy koronavírus járvány, kitört az orosz-ukrán háború, most itt van a közel-keleti helyzet. Röviden, mire, mire számítasz a következő időszakban, hiszen ez a turizmusnak nem tesz jót, ugye ha csak arra gondolunk, hogy Izraelből rengeteg turista érkezett például Magyarországra, a fővárosba is egyébként. 80 ezer turista nagyjából Izraelből a legjobb időszakban, egyébként Magyarországról meg kb. 40 ezer megy ki Izraelbe. Én azt gondolom, hogy az izraeli válság az nagyon nehezen érinti a magyarországi turizmust, is, és nehézséget jelent, hiszen az izraeli turisták jelentős része elmarad, és látjuk azt is, hogy az egész világnak ez egy turisztikai szempontból is nehézséget okozó dolog, hiszen azt is látjuk, hogy milyen események történnek a nyugati városokban. Ugyanakkor ezzel együtt is azt mondom, hogy ez egy nehéz és komoly gond az idegenforgalomban, de Magyarországnak van egy óriási előnye, ez a biztonság. Azzal, hogy Magyarország biztonságot tud teremteni a turistáknak, akik felhőtlenül az itt eltöltött időt, ez olyan versenyelőny, hogy továbbra is azt mondom, hogy akár rekordév is lehet a 2023-as, hiszen az elmúlt időszak nyara már azt mutatta, hogy mind a vendégek számát, mind a vendégészakák számát lehetett növelni, és azt gondolom, hogy évvégéig ezt meg lehet tartani, ezt a fejlődést, és ilyen értelemben az idegenforgalmi bevételek kiemelkedőek lehetnek Magyarországnak. Kis Róbert volt az M1 vendége, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is